Jó, bácsika! Hagyjuk rájön az én bókuskám, utána végén majd így énekeljük. Jó, hogy szerint bókuska, hagyj gyógyuljon, akkor is tartunk. Az első illemszabály, ha valakivel megismerkedünk, hogy bemutatkozunk. Engem Orsinak hívnak, nyugodtan mondhatjátok nekem, hogy szia! Szia! Meg azt is lehet mondani, hogy hello! Meg azt is lehet mondani, hogy gyere át hozzánk vacsorára! Hozta! És már össze is barátkoztunk! Sokkal gyorsabban ment, mint ahogy én gondoltam. Gyerekek! Mi történt itt nálatok ma reggelre, Villadóra? Visszajött a tél? Őha, szerintem csak azért jött vissza, hogy el tudjuk zavarni. Biztosan tudjátok, hogy azért szoktak az emberek farsangolni, hogy elzavarjuk, elűzzük a telet. Mindenki tudta, ugye? Én ebben biztos voltam. Mi kell ahhoz, hogy el tudjuk űzni a telet? Mindenki vidám? Igen! 100 gyerek mínusz egy, aki még kicsit veszélyezve érzi magát. És még egy dolog kell. Az kell, hogy így együtt házasság énekeljük, játszunk, táncoljunk, bulizzunk. Benne vagytok? Igen! Na, akkor nincs is több kérdésem. Azt hiszem, hogy belecsaphatunk a lecsóba végre. Pont úgy, ahogy a dalban szereplő háztartási eszközök, pont úgy fogunk mi is táncolni, jó? Gyorsan tegyük csípőre a kezünket, kicsit risszáljuk jobbra-balra, leellenőrizzük, hogy nem csúszik el a nadrágunk. Úgy látom, hogy mindenki tökéletesen fennmarad. Na nézzük csak, hogyan is táncolnak ezek a háztartási eszközök. Van, amelyik keringőzik, hát ez egy nagyon nehéz tánc, úgyhogy mi csak ringatózni fogunk, ügyes voltál. Na, hogy lássam, hogy ringatózunk, jobbra-balra. Kísérni kellene, jó? Mindenki így szokott akkor ringatózni, még az oborinik is. De mivel nincs idő kimenni. Ez az. Aztán lesz olyan, amelyik csárdást jár. Figyelj! Egyet ide, egyet oda. Nyitjuk, zárjuk, nyitjuk, zárjuk. Nagyon ügyes. Lesz, amelyik bokázik, ez kicsit nehezebb. Próbáljuk meg, összecsapjuk a bokánkat. A nagyobbaknak már nagyon jól megy. Lesz, amelyik integet, ez könnyű, muti. Integetünk. Lesz, amit pörget a párja, mi saját magunkat megpörgetjük egyszer, jó? Fantasztikus! Az én kedvencem, az a mozsár, amelyik minden durrog, azt hogy kell? Nagyon jó, nagyon jó! Várjatok! Elárulok nektek valamit. Az obonénik azért tudják ezt ilyen jól, mert minden reggel úgy szokták csinálni, nem akarok a fikó menni! Ugye? Csak az oborinik szoktak ilyen. Na mit hagytunk ide? A kedvencem egy barnegyi felejtettünk. Na, amikor a habosfánkhoz érünk meg a mágos pontkóhoz, akkor megsimogatjuk a pocakunkat, jó? De jó lenne oda benne egy habosfánk, ugye? Vagy inkább 2, vagy 8, vagy 100? Nekem 100 is lenni. Hogyha mindent tudunk, akkor azt fogom kérni tőletek, hogy
azok lehet, hogy a műsor végén esetleg talán kaphatnak tőlem valami apró kis meglepetést. Szeretitek a meglepetést? Na akkor ugye hangosan fel a dílogat. Nem árulom el, hogy mi lesz az, mert akkor lesz meglepetés. Gyerekek, ugye azt tudjátok, hogy a farsangolás az egy népi szokás, egy néphagyomány, ezért muszáj, hogy egy népdalt is elénekeljünk. Az én kedvenc télvégi nótámat, amikor az a bizonyos bunda visszakerül a szekrénybe. Szerintem egyszer énekeltük már ezt a nótát közösen, ami úgy szól, hogy a refrén legalábbis, hogy ihaj bunda, csuhaj bunda, mégis bunda. Ó, nénik, olyan jól tudták, ez a hangz. Nektek is menni fog? Amikor azt énekeljük, hogy ihaj, akkor ide legyezünk. Juhaj! Amikor azt énekeljük, hogy mégis mondta a bunda, akkor meg leporoljuk. Jó, most már ideje lesz visszarakni a szekrénybe. Holnap, mert ma még lehet, hogy kelleni fog, ha kinézünk az ablakot. De holnap reméljük, hogy már nem. Mindenki tud mindent. Én gyorsan megtekerem meg a szemegépet. Kezeket csípőre. A fia talán
De ha
akkor jöhet az a kígyós játék? Igen! Ismered? Akkor nagyon könnyű lesz. Azt fogom kérni, hogy a kis csoportosok mindenképpen külön kígyót alkossanak, jó? Próbáljuk meg, szeretnék az okon elégtől 3 perc segítséget kérni. Bár eddig is olyan aktívak voltak, hogy kérni se kellett őket. Kígyót alkotunk, jó? A kicsik külön kis kígyóban. Ismerős lesz a
Ti is meg tudnátok nekem mutatni, hogy hogy szoktatok itt az aluba táncolni? Yeah.
és az általuk kiadott hangot fogjuk utánozni. Azt már csak én csak utolázzak el. Kavarodás lesz. Na először is sorba megyünk, ne? Az óriányokat kérem, hogy nézzen el engem, de csak most, azért megtanulnám. A rádióban lent a csibe. A csibét fogjuk csipogtatni. Ez a csibe. Aztán a rádióban lent a csibe. Ezt már megtanultuk, tudjuk. A rádióban ment a pulika. Hogy mondhatjuk a pulikát? Mi van a pulikának a csúrjának? Izéje. A vizéjét azt nem fogjuk mondani. A szakállának. Hívjuk a szakállának. Jó, ezt így mindenki. Ez a pulika. Figyelj, megyünk tovább. A rádióban ment a galamb. De billegünk, mint a galamb. Gödel én nagyon ügyes. Ez a. Aztán a rádióban ment a macska. Karbonul minket ez a macska. Józsi bácsi is átment a másik oldalra. Megfordulom, mert az obornénik fognak segíteni, jó? Én meg majd az obornénik. Jó, ez egy olyan szembesülős munka. Obornénik, ne fogoljanak meg! Az obornéniknek nagyon segítségül a koncepciót. Csibe üzemmód. Na nézzük! A rádióban ment a csibe, a rádióban ment a csibe, és csak csibogott, és
szereti azt, amit hoztam, de hát majd meglátjuk, jó? Hogy vajon szeretitek-e? Csak meg gyorsan a szemet! Szeretitek-e a... Nem azt hoztam. Aj, most mi lesz? Paccal kellett volna? Nem! Vagy cukorka is jó lesz? Én pedig szeretném megköszönni nektek, hogy játszottatok velem, hogy meghívtatok erre a szuper bulira. Remélem, hogy máskor is találkozom, és remélem, hogy meg fogjátok hallgatni a dalokat otthon anyáékkal és az Orsi műsorai.hu weboldalon, vagy a Facebookon is megtaláltok a Molnár Orsit. Ígérjétek meg, hogy ma egy akkora nagyot fogtok bulizni, hogy ez a hó, ami mára esett, az estére mind eltűnjön, és a tavasz jöjjön. Megígéritek? Igen! Akkor ne felejtsétek el a cukorka. Anikó néninél van, én pedig elköszönök tényleg. További szép napot kívánok nektek! Sziasztok! Hangosan mondják, lélek. Minek volt
kérdeztél? Égvarázs. Gyere, Benjamin, jól mennyi. Hogy hívnál? Török Benjamin. Fókem. Nagy Petra, Blanka és Fok Tündér. Hogy hívnak? Flóra. És Katicára költözött a Flóra. Na mutasd meg a szárnyaidat, és mondd, hogy hogy hívnak. Oda bele, jó? Mondjam, hogy hívnak? Oda. Jovai Mátyás. Denevérnek költöztél. Gyere, Alex. Gyere, Alex. Hogy hívnak? Nagy Alex, Tűzoltó. Csépharai, Milen, és minden költöztél? Hájnak. Hangosan, hogy hívnak? Szóka Marcell, és minden költöztél? Katonák. Török Dominik.
leköltöztél? Repülő a jelen, és kalózba, ugye? Kalózna költöztél. Arra lehet. Jó, gyerünk, hogy arra is. Nagyon klassz ez a sárka. Ott hívnak? Nyerges. 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 Jól már. Költöztél? Tűzoltónak. Még ilyen hatalmas nagy baltád is van, igaz? Gyere oda, vagyunk. Igen, már nem mondom. Na, mondd a nevedet. Hangosan. Német Áros. És minek költöztél? Tűzoltónak, igaz? Még a neved is rá van ideírva, igaz? Német Áron. És tűzoltó vagy. Oda van írva. Oda van írva, bizony. Jó, gyere kis kalóz. Mondd a neved. Hogy hívnak? Borbé. Igen? Kalóznak költöztem, nagyon ügyes. Még a Barnabás is. Egy kis Barnabás. Te is bemutatkozol, nemrég jöttél a Zobiba hozzánk, igaz? Hogy hívnak? Markó. Markó Barnabás. És ő is csiga csoportos lett, igaz? Aki elmondta, hogy hogy hívják, és minek öltözött, az utána leülhet a helyére, és akkor is ott is csinálja, jó? Jó? Na gyere Zoltán, mondd el a Jóska bácsinak, hogy hívják? Buzás Zoltán és Kalóznak öltöztem. Buzás Zoltán és Kalóznak öltözött. Leülhetsz a helyére, gyere Rebecca. Ott megállsz, jó? Mondd el, hogy hívnak? Már nem akarom vissza. És? Elzának öltözött. Elzának. Úgy, oda elég, úgy jó. Hazajött Klaudia, hol fel? Majd a koszorúsnál. Koszorúsnának öltözött. Váltati Csínusz vagyok, egy szuperhősnek öltöztem. Szuperhős. Gyere, így is kicsit. Valabadél vagyok, és Piroskának öltöztem. Gondolva el vagyok, Bohócnak öltöztem. Egyetlen így. Tudj, Bájik vagyok, és Kommandóknak öltöztem. Kovács Nóri, jégvarázs! Ott gyönyörű vagy. Na gyere, hogy hívnak, mondd el szépen. Lepedős Pillangó. És Pillangó lánynak öltöztem. Krisz. Hát minek? Ninának öltöztél? Gyere. Dávidának öltöztem. Csücsülj le ügyesen. Szia rám, Bence vagyok, hívák. Roli, Bence is szerelő. Gyere rám. Szalai Alexandra vagyok, és nem szegőnek öltöztem. Matyás vagyok, Szomka az elmazván. Pintér Márk, a mancsőjállapban a sár. Na, gyere, Dóri! Én Tündéd vagyok, és... Hogy hívna? Fardos Dóri. Fardos Dóri, üdvözlő. Te pedig vagy a... Magdán Dorkás, a gyarnok költött. Költülj egyet. Költülj egyet. Olyan gyönyörű. Mutatkozzál be! Szomorgyó kártyóval! Milyen költöztél? Sok kigolyóval!
tud egy kis helyzetében mondani. Kovácsom is László vagyok, köszönöm, hogy megtudok mosógépek javításában, gyorsan és környéken. Mosógépek meghibásodásának egyik kellemetlen oka a vízkőképződés. A vízkőnél lakódhat a bűtőszálunk vagy a dobkes felületén. Ha ez meghibásodik, az egy mosógép egy lezorosabbá válhat, vagy időben elromolhat. Ha ezt szeretnénk kerülni, akkor használjunk alul minden mosógépet. Minden őfokon. Nagyon ügyes. Idegen nyelv. Jó, szuper. Barkos Bence vagyok, és pókemberre költöztem. Orvár Balázs vagyok, és pókemberre költöztem. Barga Mélem, és pókemberre költöztem. Gősi Dávid, Gősi Dávid vagyok, itt ilyen törzsőnöknek költöztem. Gözis Jóana vagyok, és Elzának költöztem. Gyere közelebb, nem mondjam, menjél. Gyorsi Barbara vagyok, Zofiára költöztem. Kisebb Mindella vagyok, Valentinára költöztem. Tebbi meg egyet ezzel a szoknyával, hát. Gyorsi Gábor vagyok, Dátvédelnek költöztem. Na most írogatni ezt a kalapot. Szűcs Patrik vagyok, és kutyának költöztem. Én Kardos Viki vagyok, boszorkának költöztem be. És van hozzá még seppő is. Laskói Dorán vagyok, útembernek költöztem. Milán vagyok, és Rafinak költöztem. Nagyon ügyesek voltatok. Köszönöm szépen!